A videót támogatta Sziasztok! Ebben a videóban egy minigémet fogok nektek, illetve egy félig kész minigémet fogok bemutatni gyönyörű asszisztensünk segítségével Nyullancsal. Hello! Ennek a címe Real Shooter, de hát ez úgyis benne lesz a videó címében. Röviden arról van szó, hogy Minecraftokban ülnek a játékosok és egymással lövöldöznek robbanó nyilvesszővel, és hát aki talpon marad, az nyer, ugye ki kell ütni a másikat a kocsiból. Itt van is egy ilyen próba pálya, ez még csak félig van kész, ott van egy másik, arra nem is érdemes ránézni, az csak egy ilyen hülyeség. Szóval egyenlőre itt tart a dolog, a restaurant egyébként megvan nagyjából, így maga a lövöldözés az teljesen kész van, tehát már lehet vele játszani. Ami még hiányzik ugye, hát valami kezdőszoba neki, meg még jó pár aréna. Most én azt gondoltam, hogy ebből majd egy sorozatot csinálok, ahol majd a nézőkkel fogok játszani, tehát ki lehet engem hívni Real Shooterezésre. És mondjuk ez egy sorozat lesz, és minden részben valakivel játszok, egy másik nézővel játszok. Majd átgondolom, és természetesen lesz a videó ennek a menetéről. Viszont egyelőre még csak két tesztpálya van, sőt, azt a másikat inkább nem is nevezném annak. Tehát egy tesztpálya van, és ez sem a legjobb egyébként. Úgyhogy gondoltam, feldobom, hogy aki érez magában kedvet, nagyon megköszönném a segítséget, hogyha építenne még pályát. Még ilyen arénákat. Nem muszáj két személyes, lehet többre is. 3, 4, 5, amennyit gondol. Annyit tudok átadni tapasztalatból, így építéssel kapcsolatban, hogy nem érdemes ennyire szűk pályát csinálni. Tehát olyan rövid, egyenes szakaszok vannak, sok kanyar van, meg ennyire közel vannak egymáshoz a sínek, ott nehéz lövöldözni, de ez mindjárt be is mutatjuk. Illetve szerintem érdemes ilyen színekkel elkülöníteni, mint ahogy én csináltam, hogy jól látszódjon, hogy te merre fogsz haladni, meg esetleg az ellenfél merre halad. Az is lehet jó, de lehet, hogy az is érdekes játék lenne, hogyha kaotikusabb lenne, nem tudom. Amit még kérek ezzel kapcsolatban, aki épít arénát, hogy körbe menjenek a sínek. Nem kell ilyen kezdőhelyet építeni, azt majd én meg fogom csinálni. Majd mindenkinek lesz egy ilyen kis szobája, ahol bele kell ülni a kocsiba, és csak akkor indul majd a menet, azt majd én megcsinálom. Ja, igen, azt hiszem mindent elmondtam. A restaurant része megvan, majd lehet tesztelni. Ja, igen, és még azt akartam mondani, hogy mindenképpen teszteljétek le, mielőtt elkülditek. És 1.9-es a pálya. Ja, meg ne csak sínt küldjetek, hanem köré valami szobát is, tehát valahogy el van helyezve. Ez most csak itt tesztből van itt, de nem azt terveztem, hogy a semmi közepén lesznek itt ezek az arénák, hanem ezek külön termekben lesznek. Jó, akkor gyorsan próbáljuk is ki. Itt van egy start gomb egyébként itt a pálya mellett, így erre, így. Le is van írva start, ezt kell megnyomni az indításhoz. Ez most úgy van beállítva, hogy ide teleportál, ide a pálya közepébe. De megmutatom, hol kell átírni, hogy máshová teleportáljon. Vagy ha kiütitek, akkor nem is teleportál el. Mondjuk kényelmesebb, ha teleportál. Meg a végén vissza is. Ja, azt is megmutatom. Jó, melyik szín? Kék. Jó, akkor jön veszek a piros. És a végén kiírja, hogy ki nyert. Igen. Nyulat. Hát ez eléggé gyors volt. Jó, még mehetünk egy visszavágót, ha már ennyire gyors volt. Oké.
Azért megnéznék egy olyan pályát, ahol, ami kicsit átlátható, könnyebb lenni, ahol, ami tényleg a célzásról szól. Itt azért elég sok a szerencse is. Na, akkor megmutatom. Sok a szerencse. Hát igen. Megmutatom a kocsisat, szájbe. Szájbe. Jó, az a Lada csak azért van, hogyha kocsik vannak benne. Na, szóval, ha valaki kiszáll, akkor puff, meghal. És megint nyúlás nyert. Ja, ez majd a élesben úgy fog kinézni, hogy valószínűleg a pálya fölé fog teleportálni, és barrierek lesznek alatt, és aki tudja követni a meccset, ez a terv. Egyébként csak így ide a pálya mellé teleportál. Na, a teleportálós rész az itt van, tehát így itt van az a jelgenerátoros rész, és ennek a közepén ezt teleportál el. Ja, ez a végén ide visszateleportál, akkor nem is ezt kell átírni, tényleg a pályához teleportálás, igen, oké. Tehát azt érdemes átírni, itt kell lenni, itt ez az, ennek a közepe, tehát a másik resztórendszernek a közepén van a teleport. Ezt érdemes átírni, hogy a pályához teleportáljon. A másikat tényleg, azt nem is kell, mindig a start gombhoz rakjon, úgy kényelmes. Nézem, hogy el vagy. Nagyon poén végigmondni rajta. Próbáld, csak próbálj egy ilyen kört, melyik körben nagyon jó. Hát itt kocsival már mentem egy párat. De ez így gyalog jó. Valugrálsz, és kiméred, és leugrálsz. Na, gyorsan azért vázatokban a rendszer, akit esetleg érdekel. A start gomb az ide a starthoz, ide a startál lerak egy reston blokkot, azaz aktiválja ezt a rendszert is, meg ezt a rendszert is. Ezek ilyen, alapbeállítások, mit tudom én, ad effektet ilyen éjség ellen, nehézséget beállítja, életet feltölti, stb. Tehát ilyen alapbeállítások, ezek halálnál is lefutnak. Tőle az inventory tök mindegy, olyan nagyon fontos, nem? Végülis, illetve fontosak valamennyire. Szóval megtörténnek azok a, hát mondjuk alapbeállítások, utána mindenki kap egy íjat, itt van, megvan ugye enchant, hogy végtelen lehessen vele lőni, itt a szkórokat reseteli, minecartot is kapnak, ugye itt van a teleport, amit mondtam, a középső, lerak egy reston blokkot oda, mindjárt mutatom, és az íjat is megkapja a játékos, illetve nyilat. Vagy miért van így külön a nyíl? Mindegy. Ja, biztos az ő sorrendben legyenek. Ja, biztos. Szóval ide lerak egy reston blokkot, és beindítja ezt a jelgenerátort, vagy nem is tudom, hogy kezd 1.9-be hívni. Tehát ezt a rendszert beindítja, és ezt kezeli, hogy tulajdonképpen arról van szó, hogy azt teszi, hogy a játékos kocsiban van-e. Ezt ilyen szkórokkal lehetett csak elérni. Tehát, hogy van egy ilyen ride score, ez 0. Ha kocsiban van, azt így lehet tesztelni, akkor 1 legyen ez a ride score. És akkor valahol itt van, hogy akinek a ride 0, az halljon meg, illetve ez a death 0, ez azt jelenti, hogy még nem halt meg. Mert például aki meghal, és ugye a pálya mellé kerül, az nem lesz kocsiban, az ne halljon meg újra és újra és újra, azért mert nincs kocsiban. És illetve itt a halált 0-ra állítja, aki kocsiban van, az ugye még játékban van. Ez a death egyébként tényleg egy death count típusú, vagy hogy is hívják azt, tehát ami a halált számolja. És akkor itt van az a tesztelés, hogyha lefutatom azzal a játékossal, aki még kocsiban ül, a ride az egy, hogy van-e olyan játékos, aki nem ő, ez az RM1, tehát hogy rajta kívül, és szintén kocsiban ül. Tehát, hogy van-e két kocsiban ülő játékos, most így leegyszerűsítve ezt jelenti. Ha nincs, akkor ugye ez a fákja felgyullad, mint most senki sem ül. Értem, hát nem is fut a rendszer, de egyébként ja. Szóval így, ha mind a ketten kocsiban ülünk, legalább ketten kocsiban ülünk, akkor ez világít, és akkor a fákja elalszik. És akkor ellenkező esetben, ha már csak egy vagy senki sem ül a kocsiban, akkor nem világít, a reston fákja pedig felgyullad, és akkor ez leállítja a rendszert, odarak egy levegőblokkot. Itt a nyertest írja ki. Ezt is megint egy másik score segítségével sikerült úgy kihozni. Ez a deszté, ez a halál óta eltelt idő. Ugye? Az, a halál óta eltelt idő. És akinek az legalább egy, azaz épp nem halott, az nyert.
Ja, meg a ride is egy, ugye az is fontos, tehát, és még kocsiban van. Mert a többieknek szintén nagyobb lesz, ha mondjuk nem csak ketten vannak, de azok ne nyerjenek. Ezt ugye a title második sorába írja ki, úgyhogy utána van még egy title. Ez a teleport, ami visszarak a starthoz, és a reston blokk pedig ide. Ez pedig a vége, itt a stop. Ez a rendszer itt pedig a nyilat kezeli. Ez itt a nyilveszőnek ad a death score-jának egyet, hogyha bele van lőve in-ground, tehát hogyha a földet ért, ez lefutatja azzal a nyilveszővel, aminek ez a score-ja nulla, hogy idézem meg egy creepert. Tényleg nulla? Ja, igen, nullára állítottam, jó. Aztán el is pusztítja ezt a nyilveszőt. Itt a végén ez valami más, de igen, ez csak beállítja, hogy a minecart az ne legyen rombolható. Ez azért fontos, mert a saját nyilvesződet is bele tudod lőni. Úgyhogy ha amikor lefelé célzol, akkor így ki tudod magad nyíni, úgyhogy ezért kellett sebezhetetlenné tenni a kocsikat. Jó, hát végül csak elmagyaráztam az egészet, de nem baj, remélem hasznos volt. Szóval igen, az e-mail címem ott lesz a leírásban. Remélem küldtök sok jó arénát, ezeket majd szépen összerakom, és hogyha összeállt a pálya, akkor majd lesz belőle egy sorozat, ahol majd a nézőkkel játszom. Remélem ők nem lesznek olyan ügyesek, mint Eszti. Vagy én leszek ügyesebb. Ez ugyanazt jelenti. Nem mindegy. Azért. Akkor jó építést, a kézikönyv jó. Sziasztok!